Mennyire vagy boldog a párkapcsolatodban? Első rész. Van miről beszélgetnünk, és sokat beszélgetünk. Hogyan kopogtas? Az EFT segít eltüntetni a negatív érzelmeket, csökkenteni az érzelmi, mentális és fizikai stresszt, és pozitív célokat elérni. Próbáld ki! Addig kopogtasd két ujjaddal a következő ábrákon látható pontokat, az arcodon és a testeden, amíg elismétled a szöveget, amit közben hallasz. A kopogtatás előtt határozd meg, hogy egy 0 és 10 közötti skálán milyen számot adnál magatoknak, hogy mennyit beszélgettek. 0, amikor egyáltalán nem beszélgettek, 10, amikor maximálisan úgy érzed, van miről beszélgetnetek, és sokat beszélgettek. Ha megvan ez a szám, akkor kezdhetjük is a kopogtatást. Kéz oldala. Annak ellenére, hogy nincsenek közös témáink, mélységesen szeretem, és teljesen elfogadom magam. Kéz oldala. Annak ellenére, hogy keveset beszélgetünk, bár lennének közös témáink, mélységesen szeretem, és teljesen elfogadom magam. Kéz oldala. Annak ellenére, hogy hiányzik nekem, hogy többet beszélgessünk, de ő nem akar, mélységesen szeretem, és teljesen elfogadom magam. Szemöldök. A beszélgetés nem igazán erősségünk. Szem mellett. Beszélgethetnénk többet is. Szem alatt. Hiányzik, hogy többet beszélgessünk. Orr alatt. Amikor beszélgetünk, sokszor akkor is elbeszélünk egymás mellett. Áll. Ritkán érzem azt, hogy a beszélgetéseink igazán mélyek lennének. Kulcscsont. Vagy tényleg megértenénk egymást. Kar alatt. Pedig szeretném, ha könnyebben megtalálnánk az utat egymáshoz. Fej. És újból mélyebben megérthetnénk egymást. Szemöldök. De erre nem mindig vagyunk nyitottak. Szem mellett. Vagy ő zárul be, vagy én. Szem alatt. Régen talán többet beszélgettünk. Orr alatt. És nyitottabbak voltunk egymásra. Áll. Mostanában vagy neki, vagy nekem nem megy a nyitottság. Kulcscsont. Pedig mindkettőnknek jó lenne, ha többet tudnánk beszélgetni. Kar alatt. És újból nyitottak lennénk egymás iránt. Fej. Akkor jobban tudnánk, ki hol tart. Végy egy mély lélegzetet, és folytasd a kopogtatást. Szemöldök. Mert így beszélgetés nélkül is azt hisszük, mindent tudunk a másikról. Szem mellett. Pedig lehet, hogy egész máshol tartunk. Szem alatt. Lehet, hogy mindketten változtunk. Orr alatt. De most nem is tudjuk egymásról, hogy hogyan. Áll. Mert olyan ritkán beszélgetünk. Kulcscsont. Főleg saját magunkról ritkán beszélünk. Kar alatt. Ha beszélgetünk, akkor is inkább a mindennapi teendőkről. Fej. Inkább információkat osztunk meg egymással a régi beszélgetések helyett. Szemöldök. Pedig tudom, hogy ez nem helyettesíti a beszélgetést. Szem mellett. Érzem, mert hiányoznak az igazi beszélgetések. Szem alatt. De mi lenne, ha azt választanám, hogy legalább én újból nyitottá válok az ő világára? Orr alatt. Veszekedések helyett újból kérdezni kezdem. Áll. Újból beszélgetni kezdek, vagy beszélni magamról. Kulcscsont. Hát ha ez a párom kedvét is meghozza, megint érdekelni fogja, mi van velem. Kar alatt. Hát ha újból közelebb kerülünk egymáshoz. Fej. És ettől a párkapcsolatunk is javul. Végy három mély lélegzetet. Határozd meg megint, milyen számot adnál magatoknak most a beszélgetéseitekre. A 0 és 10 közötti skálán. Ha szükséges, azaz ez az érték még nem 10-es, kezd előről a kopogtatást.